open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a dying ember. Sziasztok, és üdvözöllek újra a videómban, mégpedig Marokkóból jelentkezem nektek. Annyira boldog vagyok, mert egy Párizs útat cseréltem el Marokkóra, még soha nem voltam itt. 24 órát töltünk itt, és persze jöttök velem, megmutatom a város, felfedezzük együtt, helyi ételeket eszünk, megyünk Moszkva, és a szúkba, ami a helyi piac, szóval csatlakozzatok velem. Ha tetszik nektek ez a videó, akkor kérlek szépen lájkot és egy feliratkozást, és fedezzük fel együtt. Buszantás! Vagyunk amúgy bent a szúkban, kicsit más, mint Dubájban. Ez az első állomás, amit megnézünk. Elég olcsó Dubájhoz képest, és most ide tették a kezelre, talán olyan aranyos. Nem? Két másik lányjal jöttem ki, egy spanyollal és egy olasz lányjal. She's famous. És most... She's famous. She had 20,000 followers. Wow. Azt mondják, hogy 20 ezer feliratkozója van ennek a madárnak Instagramon. Ez egy híres madár. Nagyon jó. Eddig majd elmondom a tapasztalataimat. Az első benyúlása nem annyira. Tetszik a hely, de majd meglátjuk. Na, kijöttünk a tengerpartra, mögöttem láthatjátok a Moszkot, mecsetet, igen, és azt mondják, hogy Észak-Afrikában ez az egyik legnagyobb moszknak számít, vagy ez az egyik legnagyobb moszk. Hát így körülötte, így úsznak az emberek a tengerben, és megmondom őszintén, hogy amilyen lelkes voltam, kicsit úgy lejjebb ment a lelkesedésem. Voltunk ugye a piacon, azt láthattátok, itt sétáltunk a városban, megtudtam, hogy mi a marokkói bász, tehát a marokkói fürdő, ahol így pucéron, nem tudom, hogy ki fogjuk-e próbálni, pucéron így vagy, és akkor vizet öntenek rád, és akkor így leradírozzák a bőrödet. Szóval nem tudom. Igazából nem vagyok elájulva, megmondom őszintén, hogy nem vagyok elájulva, és kicsit csalódott vagyok. Nagyon-nagyon szegény ország. Ez úgy tudtam, de úgy nem is, mert még sosem voltam itt, tehát hogy nem tudom, az a... Hogy mondjam szépen, és nem akarok senkit sem megbántani. Nem tudom, hogy mondom. Úgy, hogy ne bántsak meg valakit. Szóval inkább nem mondom. Nagyon ilyen kicsit ilyen putris ország. Mocskos.
nagyon mocskos. Az emberek amúgy kedvesek, tehát a piacon is nem volt az, hogy így megfogják a kezed, hogy behúznak a boltba, vagy ilyesmi, de ezt látni kell élőben. Casablancában vagyok amúgy, és persze azt mondják, hogy nyilván, ha nagyon-nagyon turisztikai helyen vagy, akkor ugye máshogy látod, akkor ott ugye meg vannak csinálva szépen. De tényleg úgy azt akartam látni, és 24 órában így azt akarom látni, hogy ahogy a helyi emberek élnek, hogy ne csak ez az átverés legyen, hogy persze szép ország, lalala, amikor látod azt a pár utcát, ami meg van csinálva, hanem tényleg, hogy élnek, és nagyon. Hát nem tudom. Tehát nem a legjobb. De hát ameddig boldogok, meg jól el vannak, mert boldogoknak tűnnek, tehát nem tűnnek úristen, akkor most itt mindenki is hozza a kis portékáját, eladogatja, így az utcán kiterelgetik, tudjátok, kb. Az egész egy nagy piacnak tekinthető, mert mindenki elad valamit, amilyen van. Ja, hát ennyi, nem tudom. Kicsit úgy lehangolódtam, pedig annyira vártam, és annyira, de jó, új országban vagyok, és tényleg tudtam, a kultúra az hasonlít ugye Dubájéhoz, de Dubáj az összehasonlíthatatlan. Tehát ehhez képest nyilván ott pénz van, stb. Tehát most nem az arab kultúráról beszélek, hanem így egységében óriási különbség van a két ország között, de így nem tudom. De azért pozitív vagyok, örülök, hogy így láthatom, meg hogy így beletekinthetek. Majd írjátok meg kommentben, hogyha valaki volt már itt, és hol volt Casablancán belül, mi tetszett neki, mi szerinte az előny hátrány, stb. Így megnézni egy ilyen országot, és mi a szépsége, mi a nem szépsége, nem tudom, hogy mondják ezt, ja. Tehát, hogy írjátok meg, hogy mi a ti véleményetek. Így most nem bántásból akarom mondani, nyilván minden országnak megvan a csajok. Minden országnak megvan a maga szépsége, de úgy valahogy kicsit olyan lehangoló, szerintem. De ez csak az én véleményem. Minden, amit mondok a csatornámon, az én véleményem, de hát senki nem eljön személyeskedésnek, meg semmi. Lehet, hogy valaki imádja. Tehát, hogy nyilván, aki így született, annak az izéje, hazája, és nyilván szeresse is a hazáját, mert mindenkinek szeret. Kell szerintem, hogy illik, de úgy, hát nyilván, mivel én is nagyon sokat utazok, és minden héten más országban vagyok, vagy minden harmadik nap, így az összehasonlítási alapom sokkal nagyobb és tágabb, és igen, meg kell mondani, hogy azért egy kicsit úgy lehangoló. De attól még ez a mozg nagyon szép, és reméljük, hogy azért látunk még szép dolgokat, mert még azért még itt vagyunk pár órán keresztül. Beültünk a helyi taxiba, most elmegyünk egy helyre, amit ajánlottak naplementére, Laberetbe, itt vagyunk a moszk mellett, mert hétre visszajövünk a moszkba, mert be van zárva, tehát nem tudunk belőle bemenni most, hétig zárva van, addig elmegyünk inni valamit, tehát gyerekek, itt a taxizás, ez káosz, tehát egy ilyen piros taxiba ülünk, ahova ilyen többen be tudtok ülni, és akkor különböző helyen tesznek ki a taxiból. Tehát idegenekkel is összetehetnek, de mivel mi hárman vagyunk, szerencsére így akkor így egy autót elfoglaltunk. Nem nagyon beszélnek angolul, franciául ugye tudnának, csak azt mi nem beszéljük. És igen, és bízunk benne, hogy elvisz arra a helyre, ahova mi akarunk. Nem nagyon nézi a GPS-t, amit betettünk neki, de hát jó. Na, most ránézett, jó. Oké. Okay. Remélem, hogy a hely nagyon jó lesz, mert nagyon szomjas vagyok, és igen. Jó reggelt!
már másnap van. Az a beach club az nagyon-nagyon jó volt, ahol voltunk, az nagyon szép volt. Bocsánat, tudom, most keltem, látszódik az arcom, és most tettem fel arckrémet. A kupit hátul ne nézzétek. Jó. Igen, és most megyünk még egy ilyen reggeliző helyre. Aztán ennyi. Ennyi. Aztán már megyünk is vissza, mert lesz a wake up call, és igen. Ja, nézzük meg, hogy ez milyen reggeliző hely, remélem, hogy szép lesz, azt mondják, hogy igen, elvileg taxival megyünk oda. Aztán, ja, még majd jelentkezem. Na, visszatértünk a hotelba. Ez a kis hely, úristen, na ez nagyon-nagyon tetszett. Tehát ez a tradicionális hely, ahol ott csinálják az ételeket. Nagyon jó volt a reggeli, 165 marokkói dirhám volt kettőnknek, és abban volt marokkói pancake, ilyen fánk, kenyér, jam, vaj, narancslé, tí vagy kávé, joghurt, gyümölcs, tojásrántotta ott középen. Ja, tehát azért szerintem nem rossz. Nyilván ez a, hol volt, Casa La Medina, tehát az ilyen tradicionális helyen volt, de utána kijöttél és haza sétáltál, az már nem volt egy ilyen hú. Szóval az első benyomás, így Marokkó után, persze csak Casablancában voltam, tehát nem tudom a többit összehasonlítani, hogy látsz egy nagyon jó, fancy, szép place-t, helyet, nem is fancy, mert úgy nem mondanám annak, de hogy, és utána meg körülötte ez a rossz hely, vagy söpredék. Hát nem söpredék, ezt csúnyán fejeztem ki, ez a jaj, soha többet című fejezet. Szóval, de most itt éppen beszéltem a kollégámmal, akivel mentem reggelizni, hogy lehet, hogy azért, mert én el vagyok kényeztetve, úgymond, hogy az első arab országot, ugye Dubájt láttam is, az azért összehasonlítva a többivel, sokkal modernabb, sokkal tisztább, hát itt ugye szar az utcán, ott, meg ott nincs tisztítva, meg az a lepusztult tényleg, és úgy az egész városra jellemző ez. Tehát nyilván vannak egy-egy-egy-egy helyek, ahol bemutattam a videóban, azok szépek, de így összességében az első benyomást azt mondom, hogy ne Casablancába gyertek, ha a Marokkot szeretnétek látni, hanem Marrakesh, vagy más városba, mert azt mondják, hogy az sokkal jobb, de oda mi nem repülünk, de mindegy, hát majd egyszer lehet, hogy tervezek oda utat nyaralni, de úgy majd meglátjuk, nem tudom. Egyelőre nem vonz. Na mindegy, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és átjött kicsit az érzés, de ha már régóta követtek, és látjátok a videóimat, akkor ugye ti is látjátok a különbségeket. Szóval ezért is szeretlek titeket elvinni layoverekre, hogy lássátok az adott országot, még csak 24 órában is, de hogy betekintést nyerjetek, hogy kis fogalmatok legyen, hogy azért hálásak lehetünk, hogy ahol vagyunk. Tehát igen, ezt mindig el szeretném mondani, nagyon-nagyon sok jó dolog van,
és én nagyon hálás vagyok, hogy Magyarországról származom, hogy magyar vagyok, hogy stb. Én ezt mindig hangoztatom is. Teljesen mindegy, hogy mi megy ott a háttérben, most arra ne térjünk ki, hanem maga az ország, maga a felépítés, a tisztaság, az az alap dolgok, amik ha összehasonlít az más országgal, azért ég és föld tud lenni. Na mindegy, ez csak egy kicsi ilyen emlékeztető, de most nem nacionalista videót akartam így kihozni, de ja. És hogy tényleg ti is belelássatok, hogy milyen egy másik országban reggelizni, az emberek, a kinézete az országnak, hogy néz ki, hogy tiszta, hogy kultúrátnak néz ki, hogy nagyon lepusztult, teljesen szemét, lalala. Tehát ezeket azért jó látni. Na igen, jó van, sok a duma, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és hogy velem tartottatok, és találkozunk a legközelebbi videómban. Vigyázzatok magatokra, és szép napot! Pusszantás!